Ismét egy új vasárnap, és köszönhetem kedves testvéreimet, a gyülekezet tagjait, mindazokat, akik erre a csatornára tévedtek. Hadd szóljon mindjárt most Istennek igéje, a 136. Zsoltár néhány válogatott verse. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme, aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, mert örökkévaló az ő kegyelme. Igazából ezzel a két verssel, mint egy előre szeretném vetíteni a mai igehirdetés témáját, az emlékező Istenről. Itt a Zsoltáros is így írja, megszabadított minket elleneinktől, megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, kicsi voltunkban is. Mert Isten a kicsit is szereti, és nem veti meg. A történet, amit rövidesen olvasni fogok, az özönvíz történetének egy részlete lesz. Az a részlet, amikor az ember már talán eljut a kétségbeesésig, és azt hiszi, hogy Isten elfeledkezett róla. Íme a Zsoltáros is igazolja, és majd az alaptörténetünk is, hogy Isten nem feledkezik meg azokról, akik benne bíznak, megemlékezik róluk. Az özönvíz történetéről így előjáróban csak néhány szót hadd mondjak el. Elsősorban az, hogy ha jól olvassuk figyelmesen, kiderül, hogy nem is a víz, az özönvíz, nem a bárka és nem Noé a főszereplő. Ebben a történetben Isten a főszereplő, az az Isten, aki szól, figyelmeztet, óv, védelmet ad, és a végén megemlékezik arról, aki hallgatott az ő szavára egyedüliként abban a szörnyű és bűnös világban. Isten tehát figyelmeztetett és meg is adta a menekülés eszközét, megadta a tervrajzot, ha így mondhatnám, a bárkának a tervrajzát, ezért bármit is mondjanak róla, mivel isteni terv szerint készült, az működött, és meg tudta óvni, meg tudta védeni az életet a szó szoros értelmében. A történet tehát minket is figyelmeztet, hogy amikor bajban vagyunk, amikor menekülésben vagyunk, a nekünk biztonságot ígérő Istenre hallgassunk, mert ő megígérte, hogy vigyázni fog ránk, és nem feledkezik meg rólunk. Ma tehát nem az özönvíz lesz igazából a téma, hanem az, ami Istenről, az ő szaváról és az emberről tudhatunk meg. Gyertek testvéreim, most csendesedjünk el imádságban. Örökkévaló Isten, hatalmas teremtője ennek a világnak, megrendült szívvel látjuk a híradók közvetítésében azokat a rettenetes, drámai eseményeket, amelyek közel és távol szerte a világban az emberek életét megszomorítják, megkeserítik, ellehetetlenítik, mert jön a víz, hatalmas úr, hatalmas erő, és amit mi emberek felépítettünk, azzal a gondolattal, hogy talán örökké fog tartani az a ház, az az épület, a víz képes azt elmosni. Mindez pedig tudom, hogy csak kicsiny, halvány árnya annak, amit egykor a világ megítéléseként az özönvizet elküldted erre a földre. És mindaz, ami most történik, hadd legyen, és bárcsak lenne figyelmeztető, az emberek számára kicsiny, kis próbák ezek még, a nagy ítélet hátra van. Segítsél bennünket most tanulni az ígéből, hogy akik ismerünk azért, akik pedig nem ismerünk, még inkább azért, próbáljuk megérteni a te isteni szeretetedet, gondolkodásodat és gondoskodásodat, amelyel az embert körülveszed. Így enged, hogy meglássuk az ígének történetei mellett, mögött a te atyai szeretetedet. Amen. Hadd következzen most egy ének, amely komor felhőkről, viharról és félelemről szól, valami ilyesmi lehetett Noé szívében is, amikor a bárka hánykolódott a tengeren, amikor bizonytalan volt a ma, és még bizonytalanabb a holnap. A Hithangjai énekeskönyv 246-os énekét halljuk most. Thank you.
Most pedig következzen az ige, úgy, ahogyan Mózes első könyvének 8. fejezetéből olvassuk az első 14 verset. A következőképpen szól tehát az özönvíz történetének egy szakasza, tulajdonképpen a vége. Megemlékezik pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala. És szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának. És bezárulának a mélység forrása is az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmenének a vizek a földről, folyton fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfenek lett az Ararát hegyén. A vizek pedig folyton fogyának a 10. hónapig, a 10. a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai. És lő 40 nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, amelyet csinált vala. És kibocsátá a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának. Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogytak-e a vizek a föld színéről. De a galamb nem talál a lábainak nyugvó helyet, és visszatére az ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén, ő pedig kezét kinyújtván megfogá, és bevevé azt magához a bárkába. És várakozik még 2 hétig, és ismét kibocsátál valamot a bárkából. És megjöve ő hozzá a valam estennen, és ímé leszakasztott olajfa levél vala annak szájába. És megtudta Noé, hogy elapadt a víz a földről. És ismét várakozik még másik 7 napig, és kibocsátál valambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza. És lőn a 601. esztendőben, az első hónap első napján felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe. A második hónapban pedig, a hónap 27. napján megszáradt a föld. Így szólt tehát a jól ismert történetnek a vége, Noé igyekezete, hogy végre kijöhessen a bárkából. De mit mond ez a szakasz Istenről? Mindjárt az elején azzal kezdtük, a Károli fordítás szerint, hogy megemlékezett az Isten Noéról. Ugyanez másik megközelítésben az új fordítás negatív módon fogalmazza meg, Isten nem feledkezett meg Noéról. Nagyon közel van a kettő egymáshoz, de nem elfeledkezni vagy megemlékezni mégsem ugyanaz. Nem elfelejteni az egy olyan dolog, hogy a rosszat nem tesszük, de a megemlékezni az azt jelenti, hogy a jót tesszük, tehát emlékünkben hordozzuk azt a személyt, akit szeretünk, és akit adott esetben mondjuk éppen meg akarunk ajándékozni. Drága testvéreim, nem tudom ki volt már, ugye karantén időszaka alatt többen megpróbálták milyen az, hogy 4 fal között maradni, hetekig talán, de hónapokig mégsem kellett maradni senkinek, úgy, ahogyan Noé és az ő családja karanténban maradtak, karanténba kerültek 5 hónapig az ítélet rettenetes óceánján, ott hánykolódtak bizonytalanul, és nem tudták, nem volt kiírva, hogy ennyi nap, és aztán szabadultak, nem tudtak semmit a jövőről, kicsit mint Ábrahám, amikor elindult egy ismeretlen országba, ismeretlen földre, nem tudta, mi vár rá, Noé sem tudta, és az ő családja sem. 5 hónapnyi, mondhatnám, semmit tevés, mert mibe lehetett volna belefogni, meg a bárka nem igazából adott lehetőséget arra, hogy valamivel foglalkozzanak, legfeljebb ugye az állatok etetése, ez volt a napi elfoglaltság. És az unalom mellett a bizonytalanság. Még egyszer mondom, ha az ember tudja, hogy ennyi van hátra, számolja napokat. Ennyi eltelt, annyi van hátra, még egy kicsi, és már vége. De amikor nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ó, de nagyon nehéz olyankor kibírni és tűrni. 8 embert tehát összezárva, és nem tudták, hogy mikor lesz vége ennek az összezártságnak. Jaj, egyedül is nehéz, ennél nehezebb talán, ha többen vannak, ha egy egész család
egybezárva. Bár nyilván a bárka elég nagy lehetett, hogy széllyel szóródjanak, de mégiscsak találkozniuk kellett, és mégiscsak napról napra kérdezték, apa, meddig még, meddig tart még a próba? És Noé ingatta a fejét, nem tudom megmondani. Egyet tudtak mindössze, Noé is egyet tudott mondani, hogy Istennek terve van velük. Azért menekítette meg őket, azért őrizte meg őket az elpusztult világból. Istennek van terve arról, van terve velük, és ők egyet kell tegyenek, engedelmeskedjenek Isten parancsának. Ahogyan engedelmeskedett Noé fiaival együtt, amikor a bárkát megépítették, most, amikor a bárka a vizeken hánykolódott, a nagy esőben ez a dolog folytatódott, engedelmeskedniük kellett az Istennek. Mire gondoltak olyan közben? Az unalmas napokban, amikor egymással kellett, és egymással találkozhattak csak, mi másra gondolhattak, hogy vajon nem feledkezett meg rólunk az Isten? Bezárva egy zárt térbe, kívül a világ, és valahol távol egy Isten, aki szólt, feladatot adott, de talán már el is feledkezett rólunk. Hiszen ebben a nagy világ felfordulásban könnyen meg lehet, hogy elfelejtette. Ja igen, hát van egy bárka, és abban van 8 ember, mert megszámlálhatatlanul sok állat. Gondolom, hogy Noé és családja nem egyszer abba a kísértésbe esett, hogy úgy képzelték, Isten talán el is feledkezett róluk. Kinyitja vajon az ajtót valaha is? Lesz, aki kinyissa az ajtót? Vagy mi lesz egyáltalában, mi fog történni? Ráadásul nehezítette a helyzetet, bár sok látnivalóként nem lehetett, csak a víz körös körül, de nekik csak az a bizonyos egyetlen ablak, ami fent a bárka tetején volt, ez volt az információ forrás, és ott csak az eget láthatták, és az égből zuhogó esőt, vagy majd később az esőt, amely elállt, pontosabban annak a hiányát láthatták. Így volt Noé életének ez a rettenetes szakasza, családjával együtt valóban úgy tettek, mint az új szövetség embere. Nem látták, mi van körülöttük, csak hittek és reméltek. Ők is átélték azt, amit mi is átélünk, hogy hitben élünk, reménységben élünk, és nem látásban. Mert számunkra is ott van az ablak, fent valahol, az égben, az ég felé mutat, az Istenre mutat, és tudjuk, hogy onnan van nekünk szabadulásunk, onnan lehet csak reménységünk arra, hogyha van, talán éppen a Noéhoz hasonló nehéz próbánk, akkor onnan fog jönni a menekedés. Őszintén. Kedves nézőm, kedves hallgatóm, őszintén kezedet a szívre téve, nem-e gondoltál arra már valamikor életednek egy nehéz időszakában, amire Noé is gondolhatott? Arra tudnélik, hogy nem hagyott el az Isten. Nem feledkezett el rólam. Miért van még mindig ez a baj velem? Miért van még mindig a betegség? Miért tart még a nyomorúság? Mikor szabadulok meg tőle? Nem-e feledkezett meg rólam az Isten? Gyötrő kérdések ezek. Fájdalmas kérdések, még akkor is, ha közben éljük az életünket, a világ körülöttünk, és vannak kapcsolataink, ezt csak tetézte a zártság, amiben Noé és az ő családja volt. Úgy hiszem, hogy természetes, hogy így gondolkodunk. Mert az ember már csak ilyen, a maga tökéletlenségében könnyen elfeledkezik dolgokról, ígéretekről, amelyeket megtett valamikor, amelyeket azzal, hogy elfelejtette őket, meg is szegte. Segítségre való ígéret. Hányszor, hogy na jó, majd megyek, majd segítek, majd megcsináljuk, ott leszek én is. Aztán elfelejtettük. Ígéretek, hogy jó testvérem, imádkozni fogok érted, aztán elfelejtettük, hogy a sok ima mellett ő rá is gondoljuk. A bemerítéskor tett ígéreteink és fogadalmaink, mire emlékszünk még abból? Folytán elfelejtettük, és éppen azért hívő életünk lesiklott a jó pályáról, mert elfelejtettük ígéreteinket, vagy a mennyegzői fogadalmunkat, amivel örök hűséget ígértünk társunknak. Az ember olyan gyarló, hogy még azt is el tudja feledni, akit a legjobban szeret. Hányszor fordult elő óvodákban, közvetlen információ van erről, hogy elfeledkeztek a gyerekről, elfelejtettek érte menni,
Ott kellett várni hosszú időig, míg végre a szülőnek eszébe jutott, hogy valami hiányzik a leltárból otthon. És olyat is láttam, amikor a szülőről feledkezett el a gyermek. Ott ment el a menhely előtt, nap mint nap a munkába, és a szülő az ablakból kinézve látta gyermekét, amikor reggel a munkába ment, délután visszafelé, és a gyermek elfeledkezett benézni, pár lépéssel többet tenni, hogy a szülővel találkozzon. Azt hiszem, hogy nem nehéz bevallanunk, mert nem tudjuk megkerülni. Sok fontos dolgot már elfelejtettünk az életünkben. Sok fontos dolog elmaradt, egyszerűen azért, mert feledékenyek vagyunk. Nos, a mai igénk éppen erről szól. Hogy azzal szemben, amit az ember tesz, és ahogyan él, Isten nem feledkezik meg soha semmiről. Tökéletességének egyik jelenvonása pontosan ez, hogy nem feledkezik meg az Isten senkiről és semmiről, az ő ígéretéről. Na persze az lehet, hogy úgy tűnik nekünk, hogy késik. Hiszen a mi óránk és az ő órája, a mi időszámításunk és az ő időtlensége nem szinkronban működnek. Legtöbbször legalábbis. És ha úgy tűnik, hogy késik az Isten, el kell fogadjuk, hogy ő tudja az igazi, a helyes időpontot. Ő tudja bezárni, összezárni, kiengedni a mi életünket, akkor, amikor jónak látja. Bárcsak Bibliával a kezünkben sikerülne ilyenfajta aggódásokat kikerülni vagy kizárni a szívünkből. Itt van a 9. Zsoltárból, ha olvasom a 13. verset, amely szintén az Istenről szól, aki nem feledkezik el. Nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Az Úr a nyomorultak kővára lesz szükségek idején. Nem feledkezik el az Úr azokról, akik benne bíznak. Számon kéri a kiontott vért, de megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Hasonlóan mondja János, hogy a mi kéréseink, amelyeket már olyan régen mondtunk, hogy talán el is feledkeztünk róla, így mondja az első levelében, a mi kéréseink megvannak ő előtte. A mennyei adminisztráció számon tartja azokat a kéréseket is, amelyekről már mi magunk is megfeledkeztünk, hogy talán valamikor azokkal kiáltottuk az Istenhez. Vagy ott van a közismert vers Ézsaiás próféta könyvéből, amikor Isten azt kérdezi, hogy elfeledkezik-e az édesanyja az ő gyermekéről. Hát bizonyos értelemben igen, hallottuk az óvodában felejtett gyermekeket. De Isten biztosít, hogy én nem feledkezem meg rólad, még akkor sem, ha vannak ilyen gyarló emberek, édesanyák. Az élet terhe, nyomora, gondjai elvették a figyelmüket, de engem senki és semmi nem hat meg és nem befolyásol, tehát emlékezni fogok rád, el nem feledkezem rólad. Így szól az Isten ígéret. Aztán az Új Szövetségben emlékezzünk arra az ígére Lukács 12-ben, amikor Jézus azokról a kis egyszerű szürke madarakról beszél, amelyeket a piacon meg lehetett venni. Nem, de 5 verebet meg lehet venni 2 filére, és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. Nem feledkezik meg még a verebekről sem, sőt, még a hajunk szálát is számon tartja, olvasok a Bibliában. Érdekes dolog ez az 5 veréb 2 fillérért. Bármilyen pénznek is neveznénk, nem nagyon lehet elosztani az 5-öt 2-vel, úgyhogy maradék nélkül legyen, tehát valami svindli van ebben a dologban, de nem svindli ez, hanem a kofák, a piaci árusoknak nagy vonalúsága. Mert ha egy pár verebet veszel, ezek szerint abból leves készíthettek, úgy látszik, akkor megkapod 1 fillérért. 2 fillérért már 2 párat kapsz, de ha 2 párat veszel, mint a jókereskedő, megfejeli 1/5-kel is. Azzal az 1/5-kel, amelynek mondhatni nincs is ára, nincs is számon tartva, jó a ráadás. És Isten nem feledkezik meg arról a verébről sem. Arról az emberről sem, aki mint ez az 5. veréb, mint hogyha a levegőben lógna, libegne, a semmiben lenne, értéktelenül és mindenkinek az érdeklődésétől elhajtva, eltávolodva. Ez az 5. veréb bármikor mi magunk is lehetünk. És sokan vannak, akik úgy látják, hogy még mások megtollasodtak,
Ők még mindig az ötödik verébe, a maradék, nekik még mindig nincsen biztos egzisztenciájuk ezen a földön. Vagy lehet, hogy másoknak már régen elmúlt a fájdalmuk, vígan ugrándoznak, de nekem, az ötödik verének még mindig van ilyen-olyan problémám, egészségügyi gondom, de Isten nem feledkezik meg rólam. Azért, mert a többiek már meggyógyultak, mert a többiek már kitollasodtak, azaz, hogy anyagi egzisztenciájukban biztosak lettek. Szóval ilyen az ötödik veréb élete. Mindnyájan átélhetjük ezt a megvetettséget, vagy számon nem tartottságot, ezt a ráadást, ezt a pluszt, ezt az ötödik kereket, ahogy manapság talán mondanánk. Isten számon tartja a verebeket is, mind az ötöt, a pénzen vetteket is, és a ráadásul adottakat is. Mindenki számára, akit Isten bezárt, mint ahogy Noét is bezárt a családjával együtt egy bárkába, mindenki számára tehát eljön az ajtónyitás ideje. Mindenki számára Isten megnyitja azt az ajtót, amivel visszaállhat abba az életformába, amit addig élt, amire vágyott. Egyszer vége lesz minden ítéletnek, egyszer eláll az eső, egyszer fölszárad a föld, egyszer majd ki lehet lépni a szárazra, egy új világba, egy új kezdetbe. Igaz-e hát, hogy Isten nem feled el semmit? Hogy Isten nem feledkezik el rólunk? Egy biztos, hogy hebehúgyaságból, kapkodásból, gyarlóságból nem fog elfelejteni semmit, amit megígért, meg fogja tartani. És mégis van Istennek képessége a feledésre, ha szabad így fogalmaznom. Igen, Isten tud feledni, de ennek oka van. Ő elfelejti mindazt a bűnt, amit neki megvallottunk. Ez a Bibliának egyik csodálatos ígérete, egy olyan tétel, amit sehol, semmilyen más vallás nem tud megadni. Ha megvallod a te bűneidet, belátod kicsinségedet, semmi voltodat, akkor Isten hajlandó semmibe venni azt, megszüntetni, kitörölni, a háta mögé vetni, a tengerbe dobni, ahogyan tetszik. Elfeledkezni róla, a mai témánk szerint. De ő csak azt felejti el, aki őt is elfelejti. Tehát volt az imént az, hogy elfelejteni bűneinket, ha megvalljuk. És elfelejti azt az embert, aki elfeledkezik róla. Hányan indultak el lelkes hívőként a keskeny úton? És valahol letértek róla. És a letérésükkel olyan távolra kerültek az Istent, hogy már nem is emlékeznek rá. Már rég nem járnak közösségbe, már nem is tartoznak sehova, senkihez. Már nincs vasárnapi üzenete az igének, már nincs gyülekezeti közösség, már nincs közös imádat és dicsőítése Istennek úgy, hogy a Krisztus test kialakuljon látható módon. Már elfeledkezett az Istenről. És miközben az ember ezek után még mindig számot tart az Istenre, tudomásul kell vegye, hogy igen, az Isten is elfeledkezik az ilyen emberekről jogosan. Mert ha én nem tartok számot az Istenre, legfeljebb csak ha baj van, ő is elfeledkezhet rólam, rólad, bárkiről. Ha elfeledkezel, ő róla, az Istenről. Akik azt mondják, hogy nincs is szükségünk bocsánatra, nincs is szükségünk Istenre, az ilyeneket kitörli az élet könyvéből. Mert már ott voltak, és érdemesek lettek volna az üdvösségre, de elfeledkeztek az Istenről, és nem kell nekik az Isten irgalma, kegyelme, az üdvösség drága ígérete. Sajnos sokan félreértik és felfordítják a Biblia igazságait. Sokan úgy gondolják, hogy minek megvallani a bűnöket, Isten úgyis jó Isten, úgyis megbocsájt a végén. Nem kell azzal törődni, hogy megvallom az én bűneimet, hogy összetörik a szívem, hogy Isten elé borulok fájdalommal, mert vétettem ellene, úgyis meg fog bocsájtani előbb-utóbb. A másik gond pedig az, hogy hogy elfelejti a bűnöket? El kell mondani? Meg kell vallani, és ez elég? És Isten elfelejti? Végletek.
végletek, amiben az emberek élnek. Az Isten feledékenysége vagy nem feledékenysége, az Isten számontartása vagy éppen eltaszítása, ezek mind igazak. Noé történetéből a magunk életére tudjuk vonatkoztatni ezeket. Nem fog az Isten megbocsájtani csak azért, mert ő jó. És nem fog az Isten elítélni azért, mert te rossz voltál. Ha megvallod bűneidet, ha visszatérsz az Istenhez, ha újból kézen fogva jársz vele, ha újból azt mondod, hogy atyám vagy, és én gyermekedé akarok lenni, ha újból megvallod nap mint nap hibáidat, vétkeidet, a dolgok helyreállnak, és Isten elfelejti azt a szünetet, azt a zárójelet, amiben az életed egy ideig volt. Jézus Krisztus vérének érdemeiért Isten mindenre emlékezik, amire kell, és mindent elfelejt, amit el kell felejtenie. Így élünk. Így élhetünk boldogan. Így élhetünk életünk viharai után, nyugodomban, békében, egy új világban, egy új életben, mert Krisztus által, akit befogadtunk a szívünkben mindent meg fog újulni. Amen. Imádkozzunk most. Amikor összevetjük a mi tökéletlenségünket, a te tökéletességeddel, Urunk Istenünk, akkor nagyon meg kell szégyelljük magunkat, mi emberek, mert sokszor sokan oda emelik magukat, hogy egy szintre hiszik magukat te veled, a Teremtővel. És nem érzik fontosságát annak, hogy megalázkodjanak előtted, hogy megvallják bűneiket, hogy rendezzék dolgaikat te veled, és hamisan bíznak abban, hogy jóságod elég ahhoz, hogy megbocsássa az ő meg nem vallott bűneiket is. De azt tanuljuk a Bibliából, hogy hű és igazad az Isten, aki meghallgatja megvallott bűneinket, és kész megbocsájtani azokat, elvetni, elfeledkezni róluk. És ugyanez az Isten az, aki nem feledkezik el még az ötödik veréből sem, a senkiről és a semmiről, akit mindenki megvetett, és senki nem vesz számba már. Azokra is emlékezel örökkévaló. Jó nekünk ezt tudni, szívünk hústávlájára bevésni. Emlékezel a törődöttre, a gyengére, de elfeledkezel a kemény szívűről és a gőgösről. Hálát adok Istenem Krisztus véréért, amely folyt értünk, hogy mindez így lehessen, hogy legyen megoldás a mi bűneinkre. Te nálad, aki kész vagy, megvallod bűneinket, hátrahagyod bűneinket, elfelejteni, magadtól elvetni. Engedd, hogy bármennyire is bezártnak érezzük magunkat, bármennyire is feszültnek, nehéz élethelyzetben, maradjon meg a reménységünk, hogy te nem feledkezel el rólunk, hanem amiként Noéról is megemlékeztél, és az ő családjáról úgy teszel, mi velünk is. Jézus Krisztus nevében imádságunkat hallgass meg, atyánk, kérünk. Amen. Kedves hallgatóim, nézőim, délután ez a gondolat folytatódik majd másik oldalról, az ember feledékenysége szempontjából. Lesz tehát találkozásom délután 3 órakor is, Isten adjon pihenés testnek és léleknek, vagy pihenés testnek, gazdagodásra léleknek, talán így még jobb. Most pedig búcsúzom egy kedves énekkel, amely a drága kegyelemről szól, Istennek arról a kegyelméről, amelyel képes megbocsájtani, elfeledni mindent, ami bűn a mi életünkben. Ó, drága kegyelem, már Jézusé vagyok, eltűnt a fájdalom, elszálltak a bajok, nem gyötri lelkemet vétek és félelem, mert tudom, hogy Isten megbocsájt, ha megvallom. Jézus megtett mindent értem a kereszten.